Szatmár-Beregi Naturpark hazánk legkeletibb csücskében, az Észak-Alföld északi részén, 67 településen, 103.802 hektár területen fekszik. A Kisarban lévő Szatmár-Beregi Naturpark látogatóközpont épülete nem csak nevében utal a természet közeliségre. Mind a külső homlokzati felületeken, mind a belső térben innovatív anyaghasználattal találkozhatunk. Szatmári Zoltán alkalmazás technikai mérnök tanácsadó mutatja be az épület hőszigetelésének folyamatát. Szeretettel üdvözlök mindenkit. Magas tetők hőszigetelésével kapcsolatosan szeretnék egy pár gondolatot megosztani önökkel. Magas tető kapcsán is, mint ahogy az összes épület szerkezetünkre jellemző, hogy a hőtechnikai követelmények jelentősen megnőttek. Ez a vastagság vagy mérebeli növekedés azzal is jár, hogy vastagabb hőszigeteléseknél a hőhida kérdése is kiéleződik, vékonyabb hőszigeteléseknél kevésbé okoz gondot a hőhida szerkezetek megléte, míg egy vastag hőszigetelésnél igen jelentős hőhidakkal kell számolnunk. Mindezen energetikai kérdések mellett értelemszerűen esztétikai kérdésekkel is foglalkozunk, de ezekben a kérdésekben én a ma előadó építészekről nem venném el a szót, úgyhogy ezekről majd részesebben biztos, hogy ők fognak beszélni, én inkább itt egy-két pontra szeretném fölhívni a figyelmüket. És magas tető kapcsán ugye azt gondolom, ezt ma már nem nagyon kell annyira részletezgetnünk, hogy a fa, a szerkezeti fa és a szigetelőanyagok közötti különbség hőtechnikai értelemben az akár tízszeres is lehet, értelemszerűen a hőszigetelőanyagok javára. Tehát minden egyes olyan faelem, amivel megszakítjuk a hőszigetelést, az pont vagy vonalszerű hőhidat okoz a szerkezetünkben. Ennek a kiküszöbölésére egy kiváló megoldás a szarufák síkján kívüli hőszigetelés. Itt ugye a hőszigetelő elemek a tartószerkezet fölött egy homogénan végigfutó felület folytonos réteget hoznak létre, mindegy hőburok körülvéve az épületünket, és ezzel biztosítva a megfelelő hővédelmet az épület számára. Ugye a hőhida kapcsán általában leggyakrabban a hőkamerát szoktuk segítségül hívni, a hőfotók segítségével is jól szemléltethető a hőhidak megléte, vagy a közelhőhidmentes szerkezeti kialakítás az alsó ábrán. Ugye Kisarról mit érdemes tudni, rátérve a konkrét épületünkre, az ország északkeleti csücskében, a Beregi Tájvédelmi Körzetben található ez az épület, tehát fontos szempont volt az a tervezők számára, hogy egy olyan épületet alkossanak, amely a tájba illeszkedik, és az anyaghasználat és a természetes anyagok felé menjen el, így értelemszerűen agyagcserép lett a tetőfedése az épületünknek, és a homlokzaton is sok helyen a fa, mint egy természetes anyag jelenik meg. A tetőszerkezet kapcsán szarufák feletti hőszigetelésben gondolkoztak, ugye ennek a rétegrendnek a sajátossága, a szarufa, a rákerülő deszkázat, lég- és párazáró réteg, majd a hőszigetelő táblák, az arra kerülő ellenléccel, és ugye itt egy kicsit megállva, hogy az ellenléccel keresztül menő csavarokkal történik a rétegek rögzítése, tehát a csavarunk az ellenléccen, a hőszigetelésen áthatolva a szarufában fúródik bele, az ellenlécekre merőlegesen tetőlécezés és fölkerültek a tetőcserepek. A rétegrendi kialakításból is látszik, hogy szarufák síkján kívüli hőszigetelés kapcsán két kiemelten fontos szempont volt a hőszigetelő anyagokkal szemben. Az egyik, hogy lévén a rögzítést ugye most ismertettem, itt nagyon fontos, hogy az ellenlécen keresztül a tetőre nehezedő súly, ez legyen a tetőfedés súlya, szél vagy hóteher, az mind átadódik a hőszigetelésre. Tehát nagyon magas szilárdságú hőszigetelések alkalmazhatók szarufák síkján kívüli hőszigetelésként, illetve ami szintén nagyon fontos szempont, jó lenne, ha a rétegrendünket minimalizálni tudnánk, tehát nem lenne túl vastag rétegrendi kialakítás, tehát egy jó hőszigetelő képességű termék használata szükséges szarufák síkján kívüli hőszigetelésként. Ugye erre kiváló lehetőséget nyújt a poletán keményhab.
Ugye a polietán termékeknél a lambda érték az 0,022 watt per méter kelvines értéket takar. Ez azt jelenti, hogy a ma használatos hőszigetelő anyagoknál 30, de akár 50%-kal kedvező hőszigetelést tudunk, hőszigetelési értékeket tudunk elérni. A táblák két oldalt alufóliával kasírozottak, az éleknél nútfédeles ellenkapcsolat biztosítja a hőidmentes csatlakozást. És ami még egy plusz hozadék, hogy a táblák felső oldalán az alátét fólia szerepét is betöltő fólia réteggel is ellettek látva a hőszigetelő termékek, tehát külön a kivitelezőnek az alátét fóliát nem kell beépítenie a hőszigetelés tetejére, ez a hőszigetelésre ragasztva, a hőszigeteléssel együtt kerül beépítésre. És a természetesen innentől kezdve különböző elemkombinációkban is gondolkozhatunk. A cél minden esetben az, hogy az adott épülethez épület fizikailag a legmegfelelőbb elemet tudjuk kínálni. Példaként kiemelve kis és alacsony hajlású tetők kapcsán például egy bitumenes lemez alátéti hozata rendelkező termék is rendelkezésre áll a fokozottabb vízárossági követelmények teljesítése érdekében, de van külön elem fokozott hangszigetelésre, felújítások területére és időtállóság tekintetében fokozott követelmények teljesítésére is külön elem áll rendelkezésre. És ugye ennyire belementünk már az alátét héjazatok kérdés körében, akkor egy nagyon fontos szempontot érdemes még itt figyelembe venni, hogy a hagyományos szerkezeti kialakítást megnézzük a szabadon belógatott alátét fóliák esetében, ugye akkor kerül ez elhelyezésre, mikor még a szalufák között nincs hőszigetelés. Fölhelyezzük a fóliákat, ezek ugye sávosan jobb esetben ragasztószallaggal ellátva, egymással átlapolva kerülnének kialakításra, és ugye egymásnak feszülve kellene ezeket az átlapolásokat összeragaszgatni. Hát aki próbált már úgy fólia csíkokat egymáshoz ragaszgatni, hogy alul nem volt megtámasztás, az tudja, hogy ez nem minden esetben jár teljes biztonsággal. Nagyon sok a hibázási lehetőség, és nagyon sok esetben nem sikerül teljes egészében ez a ragasztás. Ugye erre a kiváló megoldás egy teljes felületű deszkázat. Ugye Németországban ez már egy abszolút bevált, és a legtöbb épületnél, a legtöbb tetőnél már ezt a fajta megoldást használják. Erre a teljes felületű deszkázatra teszik fel az alátétfóliát. Itt könnyen kialakíthatóak az átlapolások, a ragasztások, a rögzítések. Ami ennek egyedül a hátránya, hogy a mai árakat figyelembe véve egy teljes felületű deszkázat anyag és munkadíj tétele az 5000 forint felett van, tehát ezzel a pluszköltséggel mindenképpen számolni kell. Ezzel egyenértékű megoldás, hogyha szalufák síkján kívüli hőszigetelésnél egy kemény habra ragasztott alátétfóliát építünk be. Itt nincs lehetőség az alátétfóliának behajolnia. Ráadásul még nagyobb biztonságot is nyújt, mint a deszkázatra helyezett, hiszen gyárban, üzemben a fólia teljes felületét bekenve ragasztóval rögzítjük a hőszigeteléshez. Tehát nem csak sávosan, mint a fóliacsikoknál, nincs szükség tűzésre, tehát nincs szükség speciális szerszámokra, a fedőfólia átlapolással van ellátva, és ott az öntapadó csíkról kell a védőcsíkot lehúzni, hogy össze tudjuk ragasztani a különböző táblákat. És hogy még egy pár számadattal borzoljam a kedélyüket, nézzük meg, hogy milyen vastagságokkal, milyen új értékek teljesíthetők. Ugye most a követelmények kapcsán, a TNM rendelet kapcsán kaptunk egy pár év vagy bő egy év haladékot, tehát a költségoptimizált szintet nézzük, ami most még hatályos, akkor 0,17 alatti új értéket kell elérnünk magas tetők kapcsán. Ha szarufák síkján kívüli pirkeményhab hőszigetelést használunk, akkor 14 centi vastagságra van szükség. Ha hagyományos szarufák közötti, szarufák alatti hőszigetelésben közegyapott terméket használunk, akkor pedig 27 centis összvastagságra van szükség. A számításoknál figyelembe vettük azt, hogy általában hőszigetelő anyagoknál is
deklarált értékeket, tehát közölt hővezetési tényezőket adnak meg, ezt konvertálni kell tervezési értékre. Itt ugye három szempontot kell figyelembe venni, a nedvesség hatását, a hőmérséklet hatását és az öregedés hatásait, tehát ezekkel a számításoknál számoltunk, illetve ugye a hűthatásokat is a különböző szabványok alapján figyelembe kell venni. Ugye a szarufák síkján kívüli hőszigetelésnél a rögzítő ellen pontszerű hűthatását kell figyelembe venni, a szarufák közötti alatti hőszigetelésnél pedig a faszerkezet okozta vonalmenti hőhidakkal kell számolnunk, így jönnek ki ezek az értékek. Ha a következő szintet nézzük, és egy kicsit előre tekintünk az időben, a közel nulla energiaigényű épületek szintje tekintetében, ugyan a határoló szerkezetekre vonatkozó új érték követelmények ugyanazok, mint a költségoptimizált szintnél, tehát itt nem történik szigorodás. Viszont a következő két szint a fajlagos hővesztesség tényező és az összesített energetikai mutató tekintetében egy kb. 30%-os szigorúbb értékeket kell teljesítenünk, mint a költségoptimizált szintnél. Ugye erre az egyik lehetőség az, hogy gépészettel oldom meg ezt, ugye ez viszonylag azért a mai árakat figyelembe véve egy nagyon költséges megoldás, vagy növelem a épületeinken a hőszigetelés vastagságát, vagy akár a két megoldás kombinációja is szóba jöhet. Mi olyan új értékeket adtunk itt meg, amelyekkel a közel nulla energiaigényű épület szintje a hőszigetelés növelésével kerül elérésre, és ennek fényében egy kb. 0,13-as újértéket javasolunk magas tető kapcsán. A szarufák síkján kívüli hőszigeteléssel 20 centis vastagsággal teljesíthető, míg szarufák közötti és alatti hőszigetelés kapcsán 35 centis összvastagsággal kell számolni. Itt is a különböző korrekciókat, hőíthatásokat figyelembe vettük. Azért itt jól látszanak a vastagságok is, hogy bizony magas tető kapcsán messze 30 centi fölötti vastagságokkal kell a közeljövőben számolnunk, ami sok esetben már megvalósíthatatlan rétegrendi kialakítást fog eredményezni, és én azért arra biztatok mindenkit, hogy a közel nulla energiaigény szintje el lett halasztva, de én azt gondolom, hogy tervezésnél bizony ezzel a szinttel kellene számolnunk, hiszen mire az épület kivitelezése elkezdődik, addigra bőven be lesz vezetve a közel nulla energiaigényű szint, és főleg figyelembe véve az, hogy használatba vételkor ezt a értéket teljesítenünk. Itt egy-két képkivitelezés közben, jól látszik a sárga fólia, ez az alátét fólia színe, tehát gyakorlatilag a hőszigetelésen levő alátét fólia látszik a képeken. Ugye a táblákról azt érdemes tudni, hogy a körülbelül méretük az 2,40 m x 1,20-asak, tehát körülbelül 3 négyzetméternyi tetőfelületet tudunk lefedni egyetlen egy táblával, tehát relatíve gyors és egyszerű kivitelezést tesz lehetővé. A táblákat összetoljuk a nutvéderes kötések mentén, és az áltapolásnál levő fólia, öntapadó fólia csíkokat kell csak lehúzni és rásimítani a mellette vagy az alatta levő felületünkre. Azokon a részeken, ahol nem jöhet létre a nútfederes ellenkapcsolat, élek, gerinc, vápa, itt a vágott élek mentén kialakult réseket tömítőpurhabbal kell kifújni, megdagad, ezeket levágjuk a kitüremkedéseket, és egy bitumenes tömítőszallaggal zárjuk le megfelelő módon ezeket a részeket. Rögzítés technikáról egy pár gondolat. Ezeknél a megoldásoknál olyan csavarokat használunk, amik fölül és alul is menetesek, tehát dupla menetesek a csavarok. A felső menetes rész az ellenlécbe hatol bele, az alsó menetes rész pedig a szarufába. Minden egyes tető esetében a tető egyedi adottságaihoz, földrajzi adottságaihoz, épületmagasságához, tetőhéjaláshoz igazodó csavarszámot határozzuk meg. Itt azt mindenképpen el kell mondani, hogy csavarok dőlésszöge is sok esetben változó, a legtöbb esetben a tetősíkkal 67 fokos szöget zárnak be a csavarok, hogy húzásra legyenek igénybe véve, és a körülbelüli csavarszámról azt érdemes tudni, hogy négyzetméterenként 1,2 és 2 darab csavar szükséges tetőfelületenként.
Ugye, mint itt is, mindenhol az ördög azért a részletekben rejlik. Érdemes olyan részekre is odafigyelni, ahol esetleg probléma adódhat, vagy ahol nedvesség juthat a szerkezetünkbe. Itt ugye ez a probléma a csavar és a csavar áthatolása mind az alátétfólián, mind pedig a párazáró rétegen. Tehát érdemes arra odafigyelni, hogy miután a teljes felületi deszkázatra föltesszük a lég- és párazárást, ott egy szegtömítő szallagot helyezünk el azokon a vonalakban, azokban a síkokban, ahol majd csavarozásra kerül sor. És ugyanezt az elvet követjük az alátétfólia kapcsán is, az ellenléc alatt is elhelyezünk egy szegtömítő szalagot. Ugye ez független attól, ez az ellenléc alatt elhelyezett szegtömítő szalag, hogy szarufák síkján kívüli hőszigetelés van, vagy szarufák közötti, mindenhol az alátétfóliát átdövő csavarokat vagy szegek okozta pontokat le kell zárni, ezt szegtömítő szalagok segítségével lehet megoldani. Itt egy butilkaucsuk szegtömítő szalag képe látható. És ugye, ami fontos szempont volt még az épületünk kapcsán, hogy ne csak a külső tér felől jelentkezzen ez a természetes hatás, hanem a belső tér felől is, és a szarufák síkján kívüli hőszigetelés kiváló lehetőséget nyújt arra, hogy mind a szarufa, mind pedig a gyalúldeszkázat, mint egy belső burkolati elem jelenjen meg az épületünknél, és teljesen egyedi természetes belső tér érhető el, ami abszolút egy távvédelmi körzetben levő bemutatóterem kapcsán kívánatos paraméter. A tartószerkezet, körkeresztmetszetű fa tartószerkezetekre tett tartóelemek is azt szimbolizálják, hogy mint egy fa tartja a tetőszerkezetet a fa elemek. A szarufák síkján kívüli hőszigetelés nem csak ácsolt faszerkezeteknél jelentett megoldást, hanem koporsófödémes magas tetőknél is, és erre is szeretnék egy pár diájáig bemutatni egy pár képet. Ez a kalocsai érsekségnek a levéltára, és talán itt érdemes egy pár gondolat erejéig kitérni arra, hogy miért is, milyen előnyökkel jár egy koporsófödémes kialakítás. Ugye az előnyök egy része a komforttal függ össze, a másik része pedig a biztonsággal. Ugye a biztonság tekintetében egy levéltár kapcsán azt gondolom, hogy nem nagyon kell azt boncolgatni, hogy a tűzvédelem az kiemelten fontos. Egy monolit vasbeton födém tűzzel szembeni ellenállása mondjuk 240 perc is lehet. Ácsolt szerkezetekkel bármilyen tűzgátló gipszkartont, vagy bármilyen A1-es tűzvédelmi osztályba tartozó hőszigetelést is használjunk, 15-30-45 percnél jobb értékeket nem tudunk elérni, tehát egy nagyságrendi különbség van a két megoldás között, és egy jól megtervezett monolit vasbeton födém földrengés biztonság szempontjából is kedvező megoldást nyújt. A másik oldalról nézve, a komfort oldaláról nézve, általában ezekben az épületekben kutató munka is zajlik, egy levéltárban ez abszolút megszokott, ami csendet igényel. Akusztikai szempontból szintén egy koporsófödémes tető tömegéből adódóan nagyságrendekkel többet tud, mint egy könnyű szerkezetes ácsolt tetőszerkezet, és az is egy szempont volt, hogy nyári átlagérzés szempontjából is védjük meg az épületet. Ebből a szempontból is a tömeg adta lehetőségeket kihasználva a koporsófödém lényegesen nagyobb védelmet tud nyújtani, és hát főleg az érsekség mellett levő épületek kapcsán hát azért eléggé fontos szempont volt az, hogy ne tüzdeljük tele az épületünket mondjuk légkondicionáló berendezésekkel. Ami az épületről kivitelezés közben egy pár kép, ami látszik a képeken, hogy az eresznél azt a hatást kellett kelteni, minthogyha ez egy hagyományos ácsolt szerkezetű tető lenne, itt ilyen beszúrt álszarufa kialakításra került sor, majd ezeknek a közeit és a felmenő tetőfelületeken is hőszigetelés került beépítésre. Csak úgy zárójeles megjegyzés, itt 20 centis vastagságú hőszigetelés került beépítésre, tehát az épület önmagában már a közel nulla energiaigényű épületek szintjét is teljesíteni tudja. Itt értelemszerűen a rögzítéstechnika eltér a hagyományos ácsolt kötésektől, tehát speciális rögzítő elemekre,
van szükség. És amire még érdemes koporsófödémeknél odafigyelni, az a rögzítési elemi mélysége. Ha fűtőcsöveket, tehát gépészeti vezetékeket vagy villamos vezetékeket helyezzünk el a koporsófödénbe, a rögzítésnél ezt figyelembe kell venni, nehogy elfúrjuk ezeket a csöveket. Én ezekkel a gondolatokkal szeretném megköszönni megtisztelő figyelmüket, és további kellemes előadás hallgatást kívánok Önöknek.